Hiába van szezonja, 500 forintnál többet is elkértek a paprika kilójáért a miskolci piacon a múlt héten. De nem csak a lecsó lett drágább, mint tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal szerint júniusban 5% fölötti volt a drágulás Magyarországon, és még júliusban is 4,6% volt az infláció. Az alapvető élelmiszerek, a zöldségek és a baromfihús ára még ennél is gyorsabban nőtt. Hogyha ilyen mértékben emelkedne a fizetésünk is, akkor az úgy már egyben másabb lenne. A minimálbért legutóbb február elején hosszas tárgyalások után emelték 4%-kal, így most havonta 167.400 forint. A Magyar Szakszervezeti Szövetség szerint ezt az emelést már elvitte az infláció. A jelenlegi minimálbér emeléssel azonban és mostani inflációs számokat figyelembe véve azonban az látszik, hogy csökken a legalacsonyabb keresetűeknek a bérének a vásárlóértéke. Ez súlyos problémákat fog okozni azoknál a családoknál, akik erre a minimálbér szintre vannak bejelentve. A szakszervezetek szerint ezért még az idén újabb minimálbér emelésre lenne szükség. Hosszú távon pedig az az európai gyakorlat jelenthetne megoldást, ha az átlagbérek legalább 60%-a lenne a minimálbér. Kiszámolták, hogy ezerint Magyarországon januártól mindenkinek minimum 215-220 ezer forintot kellene keresnie. A kormány egyelőre 200 ezer forintot tűzött ki célnak. A nemzeti konzultációban is szerepel a kérdés. Tudjuk, hogy a minimálbér emelés a legtöbb embernek, különösen az alacsony keresetű embereknek jó, de egyébként mindenkinek, hiszen a béreket nem csupán a legalacsonyabb jövedelmek esetén emeli meg, hanem fölhúzza a magasabb béreket is. Ezért a nemzeti konzultáció eredményét meg kell várni. Orbán Viktor júniusban azt mondta, egy vagy két lépésben történhet meg az emelés. A szakszervezetek szövetsége azt kéri, hogy januárban egy lépésben emeljék a legalacsonyabb béreket. A kormány erre ma azt írta, hogy az emelés pontos részleteit és ütemezését a kamarai javaslatok és a nemzeti konzultáció eredménye alapján dolgozzák majd ki.